A rangadóra készült az atomerőmű ESE NB1-es sakcsapata a bajnokság 8. fordulójában. Az Erzsébet nagy szállodában a második helyen álló ASE 1 a listavezető Aqua Profit Nagykanizsával mérkőzött. Az asztaloknál számos nemzetközi nagymester foglalt helyet, a teremben érezhető volt a feszültség. Az összecsapást megelőzően azonban Ács Péter nyugodtan sétált a folyosón, tehette, mivel az egyhetes balatonfüredi edzőtábor után felkészülten várta ellenfelét. Egy kicsit a sakba próbáltam ugye visszalendülni, nekem mindig ez egy sajátos feladat, mert a munka mellett végzem ezt a tevékenységet, de egyébként volt egy megérzésünk, hogy ki az, illetve kik lehetnek az ellenfelek. Nagyon sok külföldi van a Nagykanizsa csapat listáján, tehát nem annyira kiszámíthatóak, hogy kiket hoznak el, és megpróbáltunk célzottan arra az egy-két emberre, aki a legvalószínűbb felkészülni. Reméljük, hogy sikerül. Valószínűleg egy 5-10 perc belül ki is derül, hogy ki lesz az ellenfél, és akkor örülhetünk, vagy pedig gyorsan még az utolsó pillanatban át kell gondolni, hogy milyen stratégiát alkalmazunk. Ács Péter végül vereséget szenvedett Rébli Zoltántól, de ő volt az egyetlen, aki pont nélkül zárta a rangadót. Grósz Péter Attila és Antal Tibor Kende viszont győzött, a többiek döntetlent játszottak, így 6,5-5,5-re az atomosok nyerték a rangadót, és 4 pontra megközelítették a Nagykanizsát. Az NB1B-ben szereplő ASE 2 szintén a somogyiak második csapatával meccselt. Természetesen ez mindig rangadó, mindig nehéz mérkőzésünk van a Kanizsa 2-vel. És viszont igazából az adja meg a rangadó jellegét, hogy ugye a egyes csapatok mérkőzésén nagyon erősen ül fel a Nagy Kanizsa is, mint ahogy mi is. És ennek köszönhetően sok mester, illetve fidemester ül a Kanizsa 2-ben is, ma nálunk is. Úgy érzem, hogy egy nagyon erős csapattal ülünk már fel. Köszönhetően annak, hogy 3 külföldi játékos játszik az NB1-ben. Ennyire erősen még soha nem ült fel a kettes csapat. Én bízok benne, hogy sikerül megverni a Nagykanizsa 2-t, aki valóban jóval hátrébb áll, mint mi. Az összecsapáson szó szerint kiütötte ellenfelét a piros-kék gárda. Vidéki, Szabó, Molnár, Mácsik, Tóth, Kacur, Dankházi, Berto és Nagy egyaránt diadalmaskodott, míg Lizák, Györkös és Dudás remizett. Az ASE 2 sikerével a táblázat második helyére lépett. Az utolsó fordulóban március 24-én az NB1-es csapat Budapesten, az NB1-B-s egylet a 9. játéknapon Szent Gotthárdon vendégszerepel.